Sziasztok! Sestrinski vagyok a Star Citizen utikalós toposoktól, és ez itt az Inside Star Citizen december 12-i epizódjának az összefoglalója. A mai epizódban az időjárásról és annak hatásairól lesz szó. A megfelelő effektek kialakításában több csapat is együtt dolgozik, például a VFX, a környezettervező és az audio csapat. A különböző csapatok tagjainak is nagyszerű érzés volt, amikor a munkájuk a többi csapatéval együtt összeállt. Megjegyezték, hogy a játékosok a munkájukat időjárásként fogják érzékelni, de ezek igaziból az egész bolygóra kiterjedő hatások. Ilyen hatás a szél, de a bolygó felszín is igazán sokat számít, mert a szél egy sivatagos felszínen egész más hatást eredményez majd, mint egy havason. A bolygó felszín alapján egy adott időjárási hatáscsoportot lehet csatolni majd a bolygókhoz. Az egyik fontos dolog, amit ezzel kapcsolatban meg kellett oldaniuk, az a kidolgozottság különböző szintje volt, hogy hogyan látszódjon az űrből és a felszínről. Ha az űrből is azonos effekteket jelenítettek volna meg, az valószínűleg leolvasztotta volna a legtöbb grafikus kártyát. Jelenleg 8 különböző kidolgozottsági szintjük van. A részecske effektek egész tárháza áll rendelkezésükre, amelyekkel el tudják érni a kívánt időjárási hatásokat, azonban ettől még nem alakul ki az az érzés a játékosban, hogy a hóvihar vagy eső közepén áll, ezért a sisak vagy a hajó üvegén megjelenhetnek a hópehelyek, esőcseppek vagy egyéb apró részecskék az időjárásnak megfelelően. Az időjárás és a bolygóra kiterjedő hatások között az az összefüggés, hogy az utóbbi hatások látják el információval a rendszert, hogy milyen időjárásnak kell lennie. Van egy széltérképük, ami az egész bolygót lefedi, ez határozza meg, hogy hol, mekkora és milyen irányú szélnek kell lennie, ezzel lehet megoldani a bolygó dinamikus időjárását is. A részecskerendszer 100%-os teljesítményen üzemeltetve sok erőforrást igényelne, ezért különféle határokat szabtak meg, valamint különböző filtereket állítottak be, amelyek azonos megjelenés mellett sokkal kevesebb erőforrást használnak fel. Hosszú utat tettek meg a bolygók megszületésétől idáig, de a 3.8-as frissítésben végre kiadhatják ezeket az újításokat. Az epizód második felében a Crusader Industries újonnan bejelentett hajójáról, az Ares Starfighterről beszéltek. Ez egy nehéz vadász, ami a Vanguarddal és az F-8-assal van egy súlycsoportban. Viszonylag kicsi hajó hatalmas tűzerővel. A hajóra szerelt S7-es ágyú alkalmas arra, hogy nagy vagy kapitál hajókat, esetleg erősen páncélozott földi célpontokat támadjon, emellett S2-es méretű rakétákkal is fel van szerelve. A hajónak két változata érkezik, az egyik energiafegyverrel, a másik ballisztikussal. A két hajó ténylegesen is különbözik, nem csak a nevében. Az energiás, az Ion rendelkezik egy plusz erőművel, pajzsal és hűtővel, amire azért van szükség, mert egy kapitál méretű fegyver szerelte egy közepes méretű hajóra. A ballisztikus változatnak, az Infernónak nincs szüksége a plusz erőműre és hűtőre, cserébe nagyobb páncélra rendelkezik és több lőszert képes szállítani. Csak a játékoson múlik, hogy melyik játékstílus jön be neki, és melyik hajót választja ehhez. Ezzel az e-heti epizód végére értünk, találkozunk jövő héten, addig is hosszú és eredményes életet. Stilinski? Stilinski. Good job, Stilinski. Yes, good job, Stilinski.